Szeretettel köszöntök mindenkit, és a múltkor beígértük, a gyermekláncfűről fogunk még beszélni. Visszatérő ez a gyógynövény, tavaly is, tavaly előtt is már beszéltünk, de most egy nagyon jó receptet is olvastam, hogy szirupot készítenek a virágából, és azt szeretném megmondani, mutatni, mert már most például a gyógynövény tanfolyamról is beszéltünk, és akkor ugye fogták, és akkor csak így leszették, és akkor ezért szeretném megmutatni, hogy kérem szépen így leszedhetjük, utána így besimítjuk, és ezt leszedjük. Tehát ezt a zöld részét nem rakjuk bele ebbe a szirupba, mert nagyon keserű lesz, jó? Csak a virágát. Tehát ide le is teszem. Csak a virágot. Tehát itt most nem sikerült az egészet leszednem. Tehát legjobb, hogyha, tessék nézni ezeket a gyönyörű szirmokat, legjobb, ha még, ugye itt van az, mondjuk a földön, megfogom egy kicsit, és leszedem ezt a kocsányos részét az egész kezembe. Uh-huh. És csak a virágja kell a szirupba. És úgy olvastam, hogy ez 6 deci vizet ajánlott ez a recept, és 6 összeszorított maréknyi virágot. Elég sokat kell szedni, de viszont így lesz igazán gyógyhatása ennek a szirupnak, és ezt ugyanúgy emlékeznek talán a körömvirágnál, hogy többször visszatérünk a főzésére, tehát itt is 5-6-szor fölfor, fölbugyog, ez a szirup, amiben beledobtuk a virágot, fölbugyog és levesszük, tehát hagyjuk, hogy kiolvadjon ez a gyönyörű sárga anyag, meg a hatóanyag ebbe a szirupba, levesszük, és akkor még ott bugyog nekünk egy kicsikét, tehát legalább a szirup tudjuk, hogy szinte égési sebeket tud okozni, tehát a virágokból legalább még 10 percig szívja ki a szirup, a forró szirup a jótékony anyagot. Tehát ez többször, 5-6-szor így nekilátunk, és az utolsónál benne hagyjuk, és így tesszük el egy száraz duncba, és ne felejtsük el, hogy mindig rakjunk a csavaros üveg alá egy kis gészt, és csak úgy tekerjük. Melegen fogjuk beönteni ezt a szirupot az üvegbe, és így rakjuk el száraz duncba. Majd amikor teljesen kihűlt, akkor viszont, ha lehetne, még jól összenyomkodjuk, ugye körülbelül egy ilyen kis üvegbe, ez a 6 deci, ez most egy 1,5 deci üveg lesz, ez eléggé el is párolog nekünk, tehát azt jelenti, hogy a 6 deci víz és azt jelenti, hogy 60 deka, tehát ez is érdemes, 60 deka cukrot és 6 maroknyi virágot tesz. Ez a rengeteg, igen, mert hogy ez egy szirup. Igen. Ezzel gyakorlatilag édesítjük mi majd a gyógyteánkat. Uh-huh. Ezzel a szirupol hurotot is tudunk oldani, de én mindig azt mondom, hogy használjuk majd a levél főzetét is, és a gyökér főzetét is. Ez pedig megédesíti a gyógyteánkat. Na, visszatérve, pedig amit leszedtünk, ugye, ez a szár gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor egy cukros jó barátunk van a közelben, akkor a szárat neki adjuk, mert a szárban olyan hatóanyag van, nézzük el tépen, el is felezzük, hogy micsoda csodálatos, ezt kicsit, hogy mondjam, lehet talán az ujjamon is egy ilyen nyálkás anyag van benne. De most ezt a nyálkás anyagot rágják ajánlatos régi természetgyógyászok, de most már orvosilag is el van fogadva, hogy ez a nyálkos anyag csökkenti a cukor szintet, tehát azt jelenti, hogy napi 5-6 ilyen rágással 3 héten keresztül vissza lehet az szorítani a cukor bajt, ugye, vagy akinek magas lesz ez a cukor szintje.
Tehát most érdemes virágzó állapotába ezt a rágcsálást. Szeretném hangsúlyozni, hogy úgy írják, hogy rágcsáljuk egy jó 10 percig, majd kiköpjük. Tehát ez megemészthetetlen, ez a szár, erre nincs szüksége a gyomoros bélrendszerünknek, tehát kiköpjük. Gyakorlatilag a nyálrendszerünkkel, tehát ahogy rágjuk, úgy és nyeljük a nyálunkat, úgy kerül ez a jótékony hatóanyag a szervezetünkbe. Érdemes ezt is a salattalanító kórához betenni, még ezt akkor is érdemes, hogyha nem vagyunk cukoros problémánk. Mert gyakorlatilag megfigyeljük ugye a nagy karácsonyi süteményezés, több olyan étkezésünk van, amiben ugye egy kicsikét eldorbézoltuk magunkat. Tehát ha 2-3, hogy úgy mondjam, mennyiségileg visszatudjuk terelni ezt a cukor problémánkat. Tehát ezt is érdemes ebbe a tavaszi kúrába megtenni. A levélzete pedig epe és májba problémákat segít, nagyon keserű a levele, éppen ezért pici leveleket keresünk. Szintén magas C, B és magnézium is van a levelébe, tehát érdemesen nyersen fogyasztani salátába, de később pedig szárítva, pedig olyan magas ásványi anyagok vannak benne, ami télire is segíteni fog a májtisztításához. A gyökérzetét pedig a vese problémákra, tehát vesetisztításra, hólyagtisztításra, húgykőre, szintén a húgysav kiürítésére használják, szintén kérik régi gyógynövényesek, hogy hagyjuk egy kicsit megszáradni, és úgy vagdossuk össze ezt a gyökérzetet. Tehát visszatérve erre a gyönyörű pongyola pitypangra, nyersen, szárítva használjuk, és rágcsálva használjuk fel most ezt a tavaszt. Akkor még megjelent most a pásztortáska, amire fel szeretném hívni a figyelmet. Tavaly nagyon-nagyon kevés volt belőle, és reménykedem, hogy a népi gyógyászat mindig azt mondja, hogy az a gyógynövény kerül terülj asztalkámra, amiből sajnos sok betegség lesz. Tehát mintha a Jóisten és az angyalok segítenék, hogy azok a gyógynövényekből több legyen, mert hogy esetleg nagyobb szükségünk lesz rá. Na most csodálatos egy gyógynövény, a vérzés csillapítására használták. Érdekes, hogy kanálfűnek is nevezték a népi gyógyászatban, és ugye a gyerekek pedig csörgőfűnek, ezeket lehúzgálták, ezeket a kis, szinte szív alakú kis levélkéket, és aztán később ez ahogy jártak, mentek, keltek, szaladgáltak, egy jó csokorba összekötötték, ez csörgött, megszáradtak ezek a kis magocskák, és csörögtek. Aztán még a népi gyógyászatban annyira régi ez a gyógynövénynek, a hatóanyagának az ismerete, hogy fent juhászok, mikor a kisbirka megszületett, akkor összegyűjtötték még ősszel, mert kétszer is előkerül ez a tarsóka. És amikor ellettek, születtek a kisbirkák, vagy tehenek, vagy bármi, ennek ott kellett lenni készenlétbe a pásztoroknál, mert esetleg nagyobb vérzés lett az állatoknál, születésnél, akkor ezzel mosták is a beteg állatot, és a megfőzött állapotba pedig oda is rakták, oda is kötözték az állathoz, mivel ugye vérzés csillapító, tejaának is adták az állatoknak. Tehát ez a népi gyógyászatban egy komoly megfigyelésre alapult, majd ez visszatért az emberekhez, és bizony esetleg orvérzésnél volt ez az első számú megfigyelés, hogy összetörték, összemorzsolták, és rárakták az orr nyeregre, vagy pedig mindig volt egy kis megvágott
apróra megvágták, üvegekbe rakták, pici alkohollal felöntötték, és ez majdnem minden falusi háznál ott volt, mert az asszonyok vérzéscsillapítására használták, vagy pedig ha véletlenül valaki megfázott és tüdővérzése volt, arra is kanalas orvosságként adták, vagy pedig ha véletlenül beütötte magát, elesett, orrvérzése lett, ezzel tudták csillapítani. Tehát ez egy csodálatos gyógynövény. Azon kívül a tejáját vérkeringés serkentésére is ajánlják, tehát azt jelenti, hogy tisztítja, roborálja a vérháztartásunkat. Ez különösen nagyon fontos, mert ugye télen nagyon sok bacit összeszedünk, vírusos megfázást, és az bizony nem csak végigmegy a szervezetünkbe, hanem sajnos a vérünkbe, nyirokkeringésünkbe is belemegy. Tehát tisztítja a vérrendszerünket, és ezt akár ugye megszárított állapotába is eltehetjük magunknak ősszel, télen, amíg meg nem jelenik, ugye a frissibe a pásztortáska. Szeretném, ugye azt hiszem, hogy már egyszer említettem is, hogy egy kedves ismerősömnél annyira vékonyak voltak az orrában lévő hajszálerek, nagyon gyakran megpattantak, és sokszor ugye csak arra ébredt fel szegény, hogy köhögnie kell, és bizony lecsúszott egész a gyomráig, ez az alvat vért köhögött fel, tehát ez már olyan félelemmel töltött el, hogy alig mert aludni, és hát, hogy melyik az a gyógynövény, amivel tudunk segíteni, és hát említettem ezt a pásztortáskát, épp volt is, ugye egyszer azt hiszem be is mutattuk, hogy ilyen nagyon szép sárgás rózsaszínes alkoholos kivonat volt, és ő ezt elvitte, odaadtam neki, ő ezt picit hígított rajta, majd ilyen szemcseppentőbe az orrához tette, és jelezte nekem 3-4 nap múlva, hogy nincsen orrvérzése, és hát aztán direkt ő ma már most ezt a friss pásztortáskát ő is gyűjti, és ilyen kis alkoholba elteszi magának. Érdekes ez az orrvérzés, és ez a vérzékenységet sajnos örökölni lehet, tehát ez egy ilyen fajta, így általában női ágról szokták ezt örökölni, de érdemes ezt felfedezni, ezt a pásztortáskát és használni. Most például érdekes megfigyelés van, hogy vannak olyan, hogy külső arcra is vannak ez a hajszálér, hogy valakinek annyira finom a arcán lévő erezet, hogy egy ilyen, lehet látni ezeket a kis ereket, hát ugye ez kozmetikailag is szinte kezelhetetlen, hát mi most ebben próbálunk esetleg, hogy ilyen teát ajánljuk ezeknél a betegeknél, és nagyon hígított formában, van akinél az óránál is megjelenik ez a kis hajszáleres mutatkozás, tehát ez még egy kísérleti dolog, amit ajánlunk, hogy ezt a szeszes kivonatot nagyon-nagyon higított formába, esetleg úgy, hogy ugye, hogy nehogy sértse a bőrfelületet, tehát azt jelenti, hogy egy fél decihez másfél deci, fél deci alkoholt, másfél deci ilyen érlelt növény áztatáshoz, macerázáshoz adunk. Ezt is én azt tudnám mondani, hogy itt nem annyira az alkohol a fontos, hanem a macerátum. Ez az alkohol, ez csak azt, hogy meg ne romoljon. Tehát ez inkább ezt a célt szolgálja, meg én úgy vettem észre, hogy az alkoholos formát, ha hozzáöntünk, színesedik, tehát még jobban kivonja a gyógynövényből a hatóanyagot.
Tehát érdemes ezzel kísérletezni, és akinek esetleg ilyen problémája van, az gyűjtse és használja, hangsúlyozom, higított formába. De akinek például esetleg cicája vagy kutyája esetleg, tehát nagyon sokan kérdezik meg, hogy ezeket a gyógynövényeket tudjuk-e állatoknál használni. És bizony például már tavaly is nagyon nagy segítség volt, hogy a kutyák bizony összeverekeznek, de a cicák is, és bizony hazajönnek komoly fülharapással, vagy esetleg jól belemarnak a körmükkel minden, és hát egy ilyen nagyon erős vérzéssel jönnek haza. Én ezzel nagyon-nagyon ajánlom, hogy már tapasztaltuk, hogy például több napig ezzel a pásztortáskal lével simogattuk, tisztítottuk ki ugye ezt a vérző fület, vagy bőrt, vagy sőt még tappancsokat is, ugye, hogy olyan szeges drótkerítésen át rohangálnak ugye egy-egy gyönyörű kutyalány, vagy kutyacica, vagy cicalány után, hogy megsérül a kis tappancsuk is. Ezzel mosogattuk ki, nagyon gyorsan gyógyult, majd pedig a keskeny levelű utifűvel forrasztottuk be, és nagyon jól gyógyult. Tehát most ebbe a tavaszi szerelmeskedésbe szintén ajánlom, hogy merjük nyugodtan a gyógynövényeink közül gyógyítani állatainkat. Úgyhogy javaslom, hogy érdemes gyűjteni. Nagyon hamar eltűnik, tehát azt jelenti, hogy virágzás után szintén eltűnik. Tehát most gyűjtsük be, hogy legyen ez is otthon a kis kamránkban. A pásztortáska után szeretném a fecskefüvet még egy kicsit jótékonyan bemutatni, és azt is mondani, ugye, hogy Mária Trebennek a könyve megjelent, és nagyon sok problémát okozott, én is el szeretném mondani, hogy bizonyára, hogy valami gépelési hiba történhetett, mert nem a szem becsepegtetjük, hanem a szem héjra kenjük, hogyha már, és a fáradt szemre, és gyakorlatilag, amikor így van az ízesülése a növénynek, akkor ezt szedjük le, mert itt van majd a zöld, vagy a sárga növény, vagy leve. Hát ez még nagyon fiatal, úgyhogy ebből éppen nem látunk. Nézzünk meg ez egy másikat. Egy szép narancssárga, igen. És azért is írják vérehullatónak. Igen. Hát ez jóval sárgább, tehát ebbe a részébe. De virágnak a sárga színét is felhasználhatjuk, és én azt gondolnám, hogy ez a sárga nedv, és a leveleket is összeszoktuk aprítani, gyömözkölni, és ezt az egész leveles, virágos, sárgás nedvet rakjuk rá a szemhéjra. Fáradt szemre nagyon-nagyon jó, visszaadja a szem élénkségét, de nagyon-nagyon vigyázunk, és én ezért úgy szoktam, hogy egy kis gézbe rakom, és úgy rakom rá ezt a nedvedző, jól megmosott, jól meggyötört fecskefüvet, tehát semmiképp ne kerüljön a szembe. Mondom, hangsúlyozom, egész biztos, hogy Mária Treben se így gondolta, hogy a szembe, hanem a szemhéjra. Azon kívül a levelei, máj és epe nagyon keserű növény, máj és epe betegségekre használjuk, szintén bekerülhet esetleg a tavaszi salaktalanításába, mint gyógytejaként, nyersen nem tanácsos, mert nagyon keserű a növény, és a gyökértetét szeretném figyelembe ajánlani, hogy amikor kiássuk, gyönyörű, vöröses, narancssárga, és amikor megmossuk, akkor egy olyan tálkába tegyük, amiben rögtön felfogjuk. Tehát amikor szétszedjük a gyökérzetet, még akkor is adja a nedvet, és éppen ezért rögtön egy kis tálkába kerüljen ez a nedv, és ezt viszont azonnal vagdoshatjuk. És ha lehet, azonnal rakjuk kis üvegekbe,
És ezt egy jó gabona pálinkával, vagy szőlőmag párlattal érdemes ezt eltenni, mert ennek a szeszes kivonata érdemes szemölcsre használni. Na most ennek, amikor ezt így letörjük, és előjön a nedve, ez a sárgás nedv, most sajnos ebből már többet törtem, de azt jelenti, hogy ezt a, nem tudok most egy szemölcsöt mutatni, de mondjuk, hogy itt van egy szemölcs, és a szemölcs alá kell, tehát nem a tetejére nyomkodom, hanem a szemölcs alá. Általában arra a szemölcsre jó, ami egy kis cérnaszálon függ. Na most, ugye azt a kis cérnaszálacskát tunkolom meg jól, és ez gyakorlatilag azért veszélyes a szembekerülése, mert hogy oxigént von el. Tehát ennek a színezéses kivonata oxigént von el. Ezért tud leesni a szemölcs. Na de most gondoljuk el, ha szembe kerül, hogy milyen borzasztó bajt tudnánk okozni vele. Hallottam, hogy sok probléma okozott ezelőtt 10 évvel, ma már biztos ezt mindenki elkerüli. És ezért mondom, hogy ugye miért, amikor írta Treben, nem ezt írta. Tehát hangsúlyozom, oxigént van el, olyan vegyi anyag van ebbe a sárga anyagba, hogy semmikért, csak oda, arra a kis cérnaszálra bögdössük. És akkor hasznos lesz, lehullik ez a kis szemölcs. Tehát védjük meg ezt a kis fecskefüvet, de használjuk jól, pontosan ennek az értékét. Szeretném bemutatni, szintén most virul ez a gyönyörű kerekrepkény. Ide teszem a fehér tányéra, hogy lehessen látni gyönyörű ibolya színű lila virágait, és pici kis kerekded, csipkés fogazatú levélzete van. Kúszó növény, tehát így mutatom a gyökérzetét, hogy ahova leültetjük, a következő évben már 1 méterrel tovább terjed. Érdekes, én most például egy ilyen magaslati növényest ültettem, tehát egy olyan 78 centi magasságú, hát nem is tudom, úgy olvastam én ezt, hogy később majd, amikor öregszünk, akkor kifejezetten készítsünk egy ilyen magas, hogy is lehet mondani, gyakorlatilag ez úgy kezdődött, hogy ilyen nagy víztartályokat fektettünk a földbe, ott rengeteg föld kikerült, és ezt hasznosítottuk, és egy 70-80 centis magas gyógynövénynek szánt magaslatokat csináltunk. Tehát egy kis dombocskát, ugye, ott képzeljük el. És ebbe, mivel az erdő egy kicsit benyúlik, pontosan kihasználtuk, hogy ebbe a hűvös területre ültettük, készítettük, és így úgy készítettük, hogy a menta, ez a kerek le tudjon folyni. Tehát ez, és egy gyönyörű látvány, ez a kerekrekvény, éppen ezért bizony lefolyik ebbe a 70-80 centis, nagyon mutatós ez a növény, és egy csodálatos teja. Tehát azt jelenti, hogy most együtt virít a citromfűvel, ő is most kezdi a bujálkodását, hogy így mondjam, és együtt a citromfű és ez a lila virágos kerekrepkény valami mennyei gyógyteja. Na most egy picikét most még nagyon élvezeti ez a teja, beállja önállóan is egy nagyon kellemes gyógyteja, májra és epére segíti, ha citromfűvet teszünk bele, akkor ezt a lázas nyugtalanságunkat oldja. Úgyhogy jó ismerkedést kívánok ezzel a gyönyörű fűvel. Később fogjuk folytatni ezt a tavaszlesent, és addig is kívánok Önöknek jó gyógynövénygyűjtést, és élvezzék ennek a gyönyörűségét. Én nagyon köszönöm azoknak a kedves hozzám látogatóknak, akik az első gyógynövény tanfolyamon részt vettek. Most május 3-án lesz majd a következő tanfolyamom, és szeretném mondani, hogy nem tudom, milyen kis félreértés történt. Én nem 4 napos
meg tavaszit, meg nyári tartok, hanem csak két időpontot írtam, hogy ha az egyikre nem tud eljönni valaki, akkor majd jön a másikra, de hát összesen két-két, minden egyes tanfolyamom két-két napból áll, azért pontosan, hogy mindig az aktuális növényeket tudjuk mutatni. Hát ezen a tavaszi gyógynövény lesen, hát nagyon nagy terülyasztalkám volt, nagyon boldogságos volt ez a gyógynövénytanfolyam, mert ugye frissiben mindent meg lehetett mutatni, meg lehetett kóstolni, és betartva a gyógynövénygyűjtési szabályokat haza is tudtak vinni a gyógynövénygyűjtéssel, és egy nagyon-nagyon boldog két napot töltöttem a kedves hallgatóimmal, úgyhogy várom májusban a következő jelentkezőket, és várom azokat a kedves további jelentkezőket, akik, mint írtam, csak látogatni szeretnék a kertet, szívesen fogadom őket telefonhívásra bármikor. Várom szeretettel a látogatóimat. Minden jót kívánok addig is, viszontlátásra és viszonthallásra.